Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket a videómon. A szerelem kertje. Ez egy személyes jóslás Amíria számára. Amennyiben érdekel titeket és szeretnétek megrendelni ezt a jóslást, a díjam 3500 forint. Amennyiben kértek hozzá egy asztrológiát, akkor a díjam 8500 forint. És ti választok a mi asztrológiánk iránt, vagy az indiai asztrológiát. Kedves Amíria, ez a te mediális neved. Először megnézzük ezt a kertet vagy parkot, a szerelem kertjét. Ez a hölgy téged mutat, és ez az úr a te szerelmedet. Mi a kapcsolat kettőtök között? Először betekintünk a te érzelmi világodba. A halak mutatják az anyagiakat is, viszont a lelkieket is. Az érzésedet vonatkozóan itt ez a lelki szeretet vagy szerelem, ami összeköt benneteket. Most megtekintjük az ő érzelmi világát. A nap a sikerekre utal, erre a kisugárzásra. Ő nagyon boldog veled, és azt, amit ő megígér, amikor ő az érzelmeiről beszél, ő a valóságot mondja. Tehát megbízhatsz benne. Most megnézzük a gondolataitokat is. A te gondolatod, ezt a kislány mutatja. Lehet, hogy gondolataid vannak a gyerekeket illetően, viszont ez a kislány mutat egy új kezdetet. És pontosan ez, ami a te terved. Az ő kezében van egy 4 levelű lóher, tehát szerencsésen alakulnak a dolgok. Most megnézzük az ő gondolatát. Ez az istennő, itt a szerelem istennője, és kezében tartja ezt a lángoló szívet. És ez azt mutatja, hogy ő szerelmes. Ő beléd szeretett, és ő ezt tudja is, mert ő ezen elgondolkozik. Mi történik a háttérben? Vagy mi fog következni? Mire számíthattok? Te le fogsz zárni valamit. A mostani párkapcsolatodat. És mi fog következni? Milyen lépéseket teszel a közeljövőben? Ez egy fontos beszélgetés. És te tudni szeretnéd, hogy mik az ő tervei. És erről fogtok beszélni. Mivel ő külföldön él, ez jelenthet nyelvtanulást is. Most megtekintjük azt, hogy mi van az ő hátterében. Ez a hölgy egy kulcsot tart a kezében. Szimbolizálja azt, hogy itt kinyílik egy ajtó. Tehát nyitott a kapcsolatra, megvannak rá a lehetőségek. És ez a kártya mutatja az ő otthonát. És ehhez a házhoz, az ő otthonához kinyílik számodra egy ajtó. Ebben a parkban van egy szökőkút, és ez a víz mutatja, hogy hova vezet az utad. És ez az utazást, a külföldet jelenti. Te meg fogod őt látogatni, megvan rá a lehetőséged, hogy összeköltöz vele. Ez a hajó szimbolizálja a reményeket is, és megvan arra a remény, hogy ti boldogok legyetek. Ő szeret téged, és szeretne veled együtt élni. Kedves Amíria,
én dolgozom Ingával is, és felteszem a következő kérdést. Összejössz te ezzel a nagy szerelmeddel? Megbízhatsz benne? Igen? Nem? Vagy talán, ha az Inga jobbra fordul ki, azt jelenti, te megbízhatsz benne, és összejöttök. Ha az Inga bal oldalra fordul ki, az annyit jelent, nem, ti nem jöttök össze, ő nem is akarja. Ha az Inga megáll, és nem mozog, az annyit jelent, így marad minden ennyiben. Nem lehet tudni, hogy mi következik. A kérdés tehát az, összejöttök-e, megbízhatsz-e benne, igen, nem, vagy talán. Az Inga mozgását én nem befolyásolom. Az Inga jobbra fordul ki, és ez annyit jelenti, összejöttök, igen, és te megbízhatsz ebben a férfiben. Most áttérek az asztrológiai részre, az indiai asztrológia szerint. Hozzá kell, hogy tegyem, ők másképp számolják ki a horoszkópot, és ez egy precíz számítás. Összehasonlíthatjátok azzal, ahogy az asztronómusok is dolgoznak. Azzal megegyezik. Ezért is tértem át erre a területre. De ha kéritek, természetesen a mi asztrológiánk szerint is dolgozom. Tehát kérhetitek ezt a horoszkópot is. De én ajánlom az indiai asztrológiát. Nem csak a precízsége miatt, hanem a holtházak miatt is. Ez az asztrológiai munka most egy kiegészítés a kártya kivetéséhez. Én azt a témát emelem ki a horoszkópból, ami összekötődik a kérdéssel. Egy asztrológiai elemzés minden életterületén, összekapcsolódva a holtházzal, természetesen megrendelhető. A díjam 5000 forint. Ha valakit érdekel, megrendelheti e-mailen keresztül. Nos, mit üzennek a csillagok a szerelem területén a Mírja részére? A lagnád vagy aszcendented kihat a környezetedre. Mutatja a külsődet, a fellépésedet, a kisugárzásodat, és azt, hogyan hatsz másokra. Ez a bika jegyében áll. Az mutatja a szépséget, nyugalmat, az, ami belülről jön, azt, amit te kisugárzol. És te szereted az életet. Az emberek kedvelnek téged, sokan közelednek hozzád, mert számukra ez nagyon megnyugtató. A te környezeted és személyiséged, amennyiben az ő horoszkópiában a nap, hold vagy a bolygók egyike másika a bika jegyében áll, az kedvező, mert mutatja a vonzást. Persze figyelembe kell venni, hogy ez az indiai horoszkóp szerint. Tehát az ő horoszkópját is át kell számítani az indiaira. De visszatérve a te horoszkópodra, ez a bika aszcendent, ez mutatja a te nyitottságodat, kedvességedet, és azt is, hogy te szereted azt, ha közeledben vannak mások. Te kedves vagy, segítőkész és vendégszerető, de ne hagyd, hogy az emberek téged kihasználjanak.
Amennyiben az az érzésed, hogy valaki kihasznált téged, vagy megsértett téged, te visszahúzódol. És ez nem a bika jegyére mutat, hanem arra, hogy te egy új hold napján születtél. És ez tipikus, ez a visszahúzódottság. Ez lehet neked előnyös, mert így megtalálod a nyugalmadat, tudsz meditálni, vagy elgondolkodsz az eseményeken, de ha túl sokat töprengsz, ez lehet egy hátrány is. Új hold azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. A hold nem látható, mert nem kap napfényt. És ez a visszahúzódást tükrözi. A napod és a holdad a bak jegyében áll az indiai asztrológia szerint. A kos jegye, benne a nap és hold, a kilences házat vagy kilences életterületet tölti be, ami utazás, külföldet jelent. Ez lehet egy belső út is, ahol te összeköttetésben állsz az intuícióddal. Persze elsősorban arról van itt szó, hogy a sors utad téged külföldre vezet. Ez nem csupán a nap és hold hatása alatt áll, hanem itt található még Merkur, ami a kapcsolatokra és lépésekre kihat, de tudásra is, mint például egy idegen nyelv tanulása. Itt található Vénusz bolygó is, ami kihat a szerelemre, mert ez a szerelem bolygója. Tehát egy szerelmi kapcsolat útján te külföldre kerülsz. Vagy a te lelki párod külföldről származik. Ami még nagyon fontos, és ezt elmondom neked. Ebben a jegyben, a kos jegyében most nagyon sok minden történik. Mert a bolygók mozognak, és Szaturnusz bolygó és Plútó jelen pillanatban ebben a jegyben mozog. Nem csak a napokban, hanem hosszabb ideig. Szaturnusz 2020-ban, és jövőre is hat erre a jegyre. Tehát nálad itt most mozognak az események, és ez a szerelmi kapcsolatra kihat, de az utazásokra is kihat. Szaturnusz bolygó kihat a sorsunkra. A sors bolygója őrzi a kármát is. Mindenkire hat ez a bolygó, de számodra nagyon nagy hatással van jelen pillanatban, mert a te horoszkópodban ebben a jegyben van a nap, a hold, Merkur és Vénusz. És ahogy most Szaturnusz mozog ezen a területen, így aktiválja nálad ezeket a témákat. És ez a szerelem, mert az Vénusz hatása alatt áll, és az életterület téged külfölddel összeköt, vagy a sorsod külföld irányába fog megváltozni. Lelki kapcsolatok, egy mély szerelem, ami által az te életed külföldre vezet.
és ezek a sorsdöntő események, változások, ezek most hatnak rád ebben az évben és jövőre. Mert addig tart ez a hatás, ez a Szaturnus hatás. Plutó is kihat rád, az mutatja a te belső erődet, hogy ezt meg is tedd. Hamarosan átérkezik a kos jegyében Jupiter. Érdekes, mert Jupiter is összeáll külfölddel vagy utazásokkal, és Jupiter ad hozzá lehetőségeket, mert a Jupiter a szerencse bolygója. Jupiter hat a közeli jövőben egy éven keresztül, és ezt te ezen a területen fogod átélni. A szerelem területén, és mindaz, ami utazásokkal, külfölddel, tudással kapcsolatban áll. Mars bolygója is közeledik, és ez az a férfi. Mars mutatja a férfias energiát, és hat a szerelmi életedre. Mert ez a bolygó a férfit mutatja. Tehát a te párodat, a te szerelmedet. Visszatérve a te születési horoszkópodra. Mint mondtam, az indiai asztrológiában vannak holdházak, az azt jelenti, hogy milyen úton mozog a hold. És milyen volt abban a pillanatban ez a mozgás, amikor te megszülettél. De ez nem csak a hold mozgását mutatja, annak ellenére, hogy holdháznak nevezzük őket, hanem azt is, ha bolygók belépnek egy holdházba. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, a te napod és a te Vénuszod, ami a te szerelmi életedre utal, a tanista holdházban mozgott. Tanista annyit jelent magyarul, hogy határ, mint egy határ terület. Az egyik részen vannak az álmaid, a másik részen pedig a tettek. És te át kell, hogy lépjél a határon. És pontosan ezt éled át a szerelmi élet területén. És ez mind kihat külföldre is, mert ez a 9-es házban, vagy a 9-es élet területen található. Tehát ez nem elég, hogy te álmodozol, hanem át kell, hogy lépjed a határt, és megvalósítsd ezt, éljed ezt a szerelmi életet. A te holdad és a Merkur bolygója a születési horoszkópodban a Sravana holdházban található. Ez a holdház annyit jelent magyarul, hogy sas. A sas madár magasan tud repülni, és lát mindent. És mivel a te holdad és a Merkur bolygód itt ebben a holdházban van, összeköttetésben áll ezzel a sas madárral, kell, hogy lásd a dolgokat. Kell ez a távolba látó tekintet. És akkor látod így a dolgokat körülötted. Kedves Amiria, így tudtam neked elmondani, ami a szerelmi dolgodat illeti ezzel a férfival, aki tényleg külföldön él. Én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged Mallorca szigetéről.
Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!